vágy, vágy, vágy. Érzik, Energia. 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 Szex, szex, szex. szex, Sokan sok mindent gondolnak a szexről. Hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, amik neked is új nézőpontot adhatnak. Induljon be a fucking good sex! Sziasztok! 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 A mai témánk a szégyen a szexben. Kicsit, kicsit szégyenlősek is vagyunk itt most, vagy nem? Én kicsit megilletődtünk ezt. itt ettől a témától. Nem ezt, tudom, hogy azért, ezt, mert... Ezt hogy... hogyan is találtuk, vagy mi, mi, vagy mi is? Ez, ja, nekem hogy... most ezzel az jött, honnan... hogy lehet, hogy azért illetődtünk meg, mert hogy most mindenki visszakerült az eredeti helyére, és akkor most ilyen, hó, most akkor itt vagyok megint, és akkor most miről nem, beszéljek? Nem, nem. Tudom, hogy nem így kezdődött. De hogy? Hát itt beszéltünk az elején arról, hogy milyen témát válaszunk. és akkor végül is ez, ez jött befutónak, hogy szégyen a szexben, mert azért itt nagyon sok ja, igen, hogy mennyire... szégyen van. Hát le is fagytunk rendesen. De, <laughs> basszus, ez hát egy én ilyen én... téma. Na akkor Na. én mondom, hogy nekem jutott először az eszembe, amikor még... Szégyeltem magam. Végül is tulajdonképpen. Most azon gondolkodtam, hogy miért is, aztán rájöttem, hogy gyakorlatilag minden érde, hogy erre a legjobb ö, ilyen okom a testem. Tehát annyira szégyeltem a testem, hogy ö, az, azt nem is tudom elmondani. Tehát konkrétan, tényleg ez a tipik, ami filmekben vagy mit, amilyen így, sztorikban van, hogy sötétbe és ö, paplan alatt, tehát, hogy így. Zokni be. <laughs> igen, igen ez, ez nagyban megváltozott már, de nem mondom, hogy hogy választanám mondjuk az ilyen nudista vagy bármilyen ilyen bárki előtt megmutató dolgokat, Jó. de hogy igen. Én, én nekem az jött fel ezzel az egésszel, hogy valahogy ez megint csak az én, én sztorim, az én nézőpontjaim, tehát hogy én valahogy azt érzékelem, hogy ez az egész szégyen történet, így a valami egyházi vonulata van ennek a dolognak, és ez azért nagyon érdekes, ez a, az én életemben volt erre példa, én kicsi gyerekként, ugye én semmit nem tudtam kisgyerekként, hogy mi az, hogy egyház, mert szocializmus volt, és amíg felnőttem, amíg gyerek voltam, és az én szüleim nem beszéltek otthon arról, hogy most lehet-e templomba járni, vagy nem lehet templomba járni, de hogy én gyerekként mindig, ilyen 5-6 évesen, mindig azt mondtam, hogy én szeretnék kismenyasszony lenni. És ugye kismenyasszony az az első áldozó az egyházban, és ahhoz, hogy hát kvázi kismenyasszony lehessél, ahhoz el kell járnod el ilyen első áldozó tanfolyamra és én jártam, jártam erre a tanfolyamra, mindig biciklivel mentem, de mint az ő, mert vasárnap reggelenként volt, és mint az őrült, utána tekertem haza, mert ugye a tenkes kapitányát azt azért meg akartam nézni, és, és ott lakott az első tanító azon az útvonalon, ahogy én itt közlekedtem a templom és az otthonom között, és egyszer csak megkérdezte, találkoztunk így egy vasárnap reggel, és megkérdezte tőlem, hogy hogy hát te meg mit csinálsz itt vasárnap ilyen korán reggel, és mondtam, hogy hát én templomba járok, mert első áldozó leszek, hát mint egy gyerek, tiszta, örömből, izé, hát én járok, és kismenyasszony leszek, és minden. És ez volt vasárnap, és hétfőn kiállított az osztály elé és kvázi megszégyenített az egész osztály előtt, hogy nézzétek meg, hogy itt most mi a szocializmust építjük, ez meg itt templomba jár. És én, én nem tudtam, hogy mi az, hogy szégyen, csak ott valami olyan furcsa energia bekapcsolt, vagy olyan furcsa szituációba kerültem, hogy én teljesen lefagytam. És utána én ezt az egészet abba is hagytam, és onnantól kezdve nem mentem. Tehát nekem emiatt kötődik ez az egész szégyen érzet az egyházhoz, hogy ugyan nem az egyház szégyenített meg engem közvetlenül, mert valami olyasmit csináltam, ami nem erkölcsös, és nem, nem tudom mi, de átvitt értelemben mégis az egyházhoz kapcsolódik nekem a szégyen érzetem, mert ő is benne, vagy ez, ez a szituáció azért kerekedett ki, mert hogy én azt választottam, hogy, hogy, hogy elmegyek, és ezt megcsinálom. És hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy valahogy ebből gyökerezik ez a szégyenérzet, és ez annyira benne van a, a társadalmi, társadalmi mindennapokban ez a megszégyenítés, ez a megszégyenülés, ez az érzet, hogy, hogy valahogy ott van ugye a hálószobában is, hogy, hogy nem le, tehát, tehát szégyeld magad, hogyha te azért szexeltél, vagy ne adj Isten, még ezelőtti generációba vagy két generációval előttünk, hogyha te élvezted a szexet, mert a szex az nem arra volt, hogy élvezet, hanem arra, hogy gyereket csinálja, és mindenki, aki ennél többet véletlenül megérzékelt belőle, vagy megérzett, az már szégyen volt, és Isten őriz, hogy arról valakinek elmondani, még a családban, a családban meg leginkább nem. Szóval, hogy, hogy, és ez annyira átitatja az egész társadalmat, ez a érzet, hogy, hogy, hogy tabú, és nem lehet róla beszélni, titkos, nem szabad, ne érezd jól magad. Tényleg hát, nagyszerű korlátozást. Is de akkor... valami, igen, tehát valamilyen módon egy, fel, egy címke, ami, fel, ami feljogosítja a másikat arra, hogy ítélkezzen fölötted, mert abból a nézőpontból, ahonnan ő nézi, lehet, hogy igaza van, de azt azt nem látja a rossz közbe, közben, hogy neked az, az, igazából rossz, vagy elvág tő, tőle, elvág az életenergiától. Tehát, hogy nem tudsz önmagad lenni ezáltal közvetlenül, hanem valamilyen szűkösségbe próbál téged visszavetni, amiből valószínűleg, hogy ő tudva vagy tudatlanul erő, előnyt előnyt kovácsol. És hogy tök érdekes, hogyha úgy, úgy lész bele így szexbe, vagy hogyha azt mondták neked egyszer, hogy, hogy, szégyeld magad, vagy tehát, hogy akkor mindenhol meg fog jelenni hogy az életet területén, vagy mindenhol így igazából meg fogod magadat kérdőjelezni, hogy ez most helyén való-e, vagy hogy jól csinálom-e. És ez, és ez, hogy önmagam lehetek-e -e egyáltalán elérvénytelenít, valamiben. Elérvénytelenít, így, így van, tehát elérvénytelenít. Hát mondtam, hogy én nem is tudtam hirtelen olyat találni, hogy miért ne szégyeltem volna magam. Tehát, hogy így, és, és hogy ugye, hogy ja, jutottuk ide is is, a szégyelhez? Tehát, hogy tehát ugye, hogy, ugye elkezdtük már néhány epizóda, ezek a megzavarások, tehát ezek a zavaró beültetések, és hogy ugye miért az a szégyen, és ugye mondta Dági, hogy meg konkrétan lefagyasztott, tehát hogy konkrétan tehát lebéni, tehát teljesen kivesz. Igen, hogy ez a... Az mi a fasz, ez neki probléma, uh -huh. vagy hogy. Tehát hogy még el se jutunk idáig, hogy ez neki probléma, hanem hanem az, hogy. Az, hogy így teljesen így bederme, uh -huh. bedermedsz bele, hogy hogy egyáltalán ez, ez neki felmerül a valóságába. Fú. Felmerül a valóságába. És én még ebben még azt is érzem, tehát, hogy az, aki megszégyeníti a másikat, az olyan, mintha erkölcsileg feljogosítást kapna arra, hogy ő jobb vagy, több vagy, vagy bármi, mint te vagy. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen lenyomó, lenyomós mm -hmm. energia. Tehát abszolút neked kontroll. Nincs, igen, nincs jogosultságod ahhoz, hogy az legyél, aki egyébként vagy. Ez, ez telje, teljesen... De most lényegében körülöttünk is ez zajlik itt ezzel az egész sztorival. Ja, ami... Igen, tehát ja. ezt nem akartuk, nem akartuk így behozni, de ám köze van a, a szexualitáshoz is, hogy most ki milyen, ki, milyen párt, igen, ki milyen párt választ magának, mert... Meg hogy miért választja, meg hogy él vele. Igen, meg, tehát tehát, hogy, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy... hogy, Igen, tehát hogy mindenhol, ahol felsőbb jelentő fejként mi mások fölött, mert ők ilyenek, olyanok vagy amolyanok, na azt hajlandóak lennénk elengedni. És minden, ami ez az. Igen. Ja. Igen. Milyen lenne ja, az tehát... a világ, milyen lenne az a valóság, ahol egyszerűen ezt. Mert ilyen igazából... Érzet, nélkül a megélhet, nélkül valamilyen szinten, teljesség. hogyha... Tényleg, hogyha... Valamilyen szinten egy... Tehát, hogy mivel... Tehát, hogy mi ültetjük bele a, a, az utókorban, meg a környezetünkbe is azt a nézőpontot, hogy az esetleg jó vagy rossz, az a dolog. Amit, amit, eset, tehát, hogy amit lát, vagy nem lát, vagy belelát, vagy... Tehát, Annyira hogy... jó, ez a, ez a mi ültetjük bele tipikus példará, 7 éves kor környékén általában a testek eljutnak arra a szintre, hogy, hogy meg kell tapasztalni azt, hogy mi az, hogy szexuális izgalom, és ebben az életszakaszban a gyerekek előszeretettel nyúlnak saját magukhoz. És ez úgy nagyjából a, az óvodáskor vége, kisiskoláskor legelejére esik, és, és tudom, hogy, hogy nagyon sokszor ez probléma, és úgy szégyenítik meg a gyereket, amikor ezt teszi, pedig ő teljesen úgy teszi, hogy, hogy, hogy felfedezi a világot, és felfedezi saját magát is, ami tök fantasztikus, mert így, 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 tudunk egy csomó megtapasztaláshoz jutni, és, és hogy úgy megszégyenítik a gyereket, amikor ő, 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 magához nyúl ebben az időszakban, hogy gyakorlatilag örök életére egy szexuális traumát szenved Ja, hogyha megzavarjuk benne, akkor igazából, tehát igen, tehát pont amivel úgymond idézőjeben jót akarnánk, azzal tesszük a legnagyobb rosszat, mert nem hagyjuk meg neki azt a teret, amiben önmaga lehet. Tehát, hogy ez nagyon széles, vagy nagyon ilyen, ja, tehát, hogy fe, ilyen feszes téma, és nem. Hát, figyelj. De mindegy, nekem számomra ez így nem is kérdés. Tehát, hogy mivel én azt szeretném, hogy én önmagamként tudjak, tudjak benne lenni egy szexben, vagy tehát hogy önmagamat kife kiterjesztve, felszabadulva tudjam élni az életemet, úgy gondolom, hogy ez alapvető szükségletem, és, és ugye úgy a környezetemben is ezt szeretném látni, hogy más is fel tud ebben szabadulni, és nem, nem érez semmiféle, semmiféle korlátozást abban, hogy, tehát, hogy ne, ne, legyen korlátozva azért a választása, azért, mert, mert, valakinek az a nézőpontja arról a dologról, hogy az nem befogadható. Lehet hogy, lehet, hogy abban a pillanatban fedezi fel, hogy az neki nem jó, de nem tudja eldönteni, hogy, 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 hogy mi az, ami nem jó neki, vagy mi az, ami jó neki, mert egy másiknak, aki mondjuk közel áll hozzá, annak van egy ítélete arról, hogy, hogy az, hogy az neki jó-e vagy rossz, és ez, ez igazából ez keveri meg az embereknek a nagy részét, hogy most most akkor mi van? Most akkor én mit is akarok? Tehát, igen, hogy nem az jutunk el idáig, mert ott marad a szégyenben. Így van, igen. Tehát, hogy nem tudsz választani a szégyentől. A szégyen kitávolít attól, hogy meglásd azt, hogy mi, mi az, amit akarsz szexben, mi az, amit mi az, amire valójában válsz. Mi erre, mi, tehát, hogy nekem, mikor ilyen szégyent éreztem, akkor így, így, nem is állt fel a farkam. Tehát, hogy így az egy furra, egy ilyen, egy ilyen, ilyen magzati pózban, ilyen meg összehúzott. Ilyen, igen, tehát ilyen. E, ebben szerint, de ez megint csak az enyém, hogy szerintem ebben óriási romboló szerepe, szerepe van a vizuális médiának. Ha, Elképesztő módon romboló. Igen, pont van kihangsúlyozzák, a... oda teszik azokat a képeket, ami, tehát, ami miatt. Mindegy. Igen, tehát Pff, hogy... Az, hogy jó. És akkor, hogyha túlmegyünk a szégyenen, ugye? És Mert hogyha, hogyha nem mond... helyezünk rá külön figyelmet, vagy nem teszünk rá külön figyelmet, hanem csak megéljük azt, ami van, akkor szerintem lényegében tud bármivé változni, és mindenki meg tudja találni magának, hogy mi a jó. Hmm. Igen. a még a szégyenmelti kéz a kézbe járt a bűntudat. Mert ha véletlenül meg tudtam élni, ugye azt, ami miatt nem jaj. kellett volna magam, de ugye azért nem mentem bele mindig, akkor utána meg bűntudatom volt ö, miatta. És hogy, hogy tényleg, hogy vegyük észre, hogy amikor ezek az érzések felbukkannak, akkor tehát, hogy ne elnyomni próbáljuk, hanem tényleg azt, hogy mi van mögötte. Tehát ahogy eddig is ezek... Ezekhez most annyira kikívánkozik belőlem az, hogy az Access Bars az mennyire nagyszerű eszközehez, mert olyan, olyan érintéssel, ami egy gyengéd érintés, anélkül, hogy hogy tudnánk, hogy mi mindeneket old ki egy-egy alkalom, egy-egy session, olyan könnyedén csinálja a, a saját eszközeivel, hogy nem kell, hogy tudatosítsad azt, hogy, hogy nyilván, hogyha egy konkrét dologgal mész, egy konkrét témával mész el, hogy ezt most te nagyon szeretnél erre rágyúrni, akkor, akkor lehet ezzel a konkrét témával menni. De amikor az van, hogy, hogy, hogy tartjuk ezt a beültetett gyűrűt, akkor, akkor olyan szinten oldódnak ki például a szégyen is, ami, ami egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy hát... Ez, hát, nem vissza, nincs is nincs már így. Nincs is itt nem is, nem is vettem észre, hogy mikor tűnt el, csak már nincs itt. Csak mondjuk azt élem meg, hogy én kimertem adni a hangomat mondjuk a szexben. Ugye erről is beszéltünk, hogy, 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 hogy úgymond merünk-e hangosak lenni. Meg szokták tőlem kérdezni, de hangos vagy, hú, hát mondjuk, attól függ, mi volna, nézzük, ugye? Nekinek hát, ez már nagyon-nagyon hangos. Igen, lehet, ez az, a... amíg benne vagy, is... vagy, tehát ez is az érdekes, amíg benne vagy, úgy nem fordítasz rá külön figyelmet, hogy én hangos vagyok, vagy valamit uh -huh. csinálom, mert az autentikusan jön belőle. Uh -huh. Tehát, hogy az ott van, az intenzitáshoz hozzá kapcsolódik egy bizonyos hanghatás. Uh -huh. És igazából, de, de, de tehát, hogy nem, nem, nem az a lényeg. Nem hogy te nem vagy, is. De nem vagy több attól, mert, mert te, te, adsz hangot szexben, mint aki nem ad, hanem, hanem, éled magadat, vagy neked az az autentikus, és hogyha más, más, szégyenben van, vagy más abból adja azt ami, azt, ami ő, az is rendben van, csak hogy kérdés az, hogy, hogy akarja ő ezt teremteni, vagy hogy mi az, ami... Tehát, hogy, igen, hát, tehát, hát mert mikor, az is jó, hogyha nincs rá igénye, hogy, hogy ki jó, adja hangot. Ez a nincs rá igénye, vagy olyan elfolytásban vagy, mert ez egy szégyen, hogyha hangot hallatsz, mert örömérzeted van, ez, ez megint lehet, én ezt évekig megéltem, hogy hogy muk nélkül tök, tehát ez a... a, a, a tehát, tök Tökném a csendben, mert hogy, mert hogy csak, csak nehogy valaki meghallja, meg csak nehogy véletlenül valaki. Főleg, hát ugye egyetemista voltam, öt évig kollégiumban, tehát ott olyan csendben lenni, hogy, hú, nehogy meghallják, mert mit fognak gondolni. Mert... Ja, a neszelés, vagy a csók közben, hogy elcsattan egy csók. Tudod, és akkor... Hát ebből ebben a legdurvább az az volt, hogy úgy szexelni, amikor egy, egy négyágyas fiú szobába vagy, és hogy csak senki sem meg ne Persze mindenki tudta, hogy miről van szó. Tehát, hogy, hogy ez, nagyon durva, de hogy ott, ott legyél olyan muk és csend és nulla hangkiadással. Lábújhegyen kell élvezni. <tudod> Hát, nem az, amire vágyom. Bár a lábujjhegyemen ja, is lehet tökéletes. Mennyire színyeztek, igen. Jó, tehát ezt ja a komoly Isten. témát sikerült feldobnunk egy kicsinkét. Hát nem szégyen ja. magunkat. Ah. Hát, ja, hogy erről szégyen. beszélünk is egyébként. Oh. Egy Menjen, ja. nem, hajla... nem vállalják fel, hogy beszélnek egyáltalán a szexről, mint témáról, mert ugye ez szégyen, és egy csomó. Tényleg... Ú, tehát, hogy inkább, igen... inkább következtetésben van, vagy inkább tartja ezt a nagyon kemény, nem befogadó álláspontot, mint hogy mint hogy ránézzen arra, hogy valójában, hogy mi is működne neki, vagy valójában mi történik, és valószínűleg, hogy ott a felszín alatt biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon van vele. Tehát nem mondom, lehet, hogy nincs vele semmilyen problémája, én örülnék neki a legjobban, de, de nem ez jön le a kommunikációjából. Tehát, Ú, hogyha ellenállás ellenállásban, és hogy mi mi a. Na. Igen, nekem, most, nekem a legjobban most ez, ez, jött föl, és ez így, ahogy beszéltél, hogy a leg, legjobb ebbe a szégyen, szégyen az, amikor ilyen, ilyen tényleg mélyen meggyőződéses vallásosok, izé, a, a férj meg, tehát hogy, hogy otthon az asszony totál szégyenbe van, emiatt nem szexelnek, akkor a férj megcsalja a feleségét, és utána elmegy is, és meg, a papnak, ja, hogy, hogy igen, hogy bűntudatom van, mert, mert megcsol, meg, alcsaltam a feleségemet, a feleség szégyenben van, a férjnek bűntudata van, a pap megszégyeníti a férjt, tehát ez így, fú, ez így... Vagy feloldozza a pap, tudod, lehet ez ilyen. Hát, mi, mi mi ez már, hogyha nem ennek a valóságnak a totális őrület Hát ez teljes ja. őrület. Tehát, hogy, és akkor, hogy és senki a... nem élvezi közben azt, ami bebenne és akkor jönnek ezek a lépcsőfokai, hogy szégyen, bűntudat, és akkor utána... Megbánás. Megbánás. A megbánás, utána már akkor is én ki fogom próbálni, de akkor is az egy ilyen, az egy ilyen erővel neki feszülünk valamilyen korlátozásnak, és ahelyett, hogy valójában el tudjuk, vagy meg tudnánk látni az, hogy igazán, hogy én azt szeretném -e, vagy hogy... Én azt megengedem a magamnak, hogy megéljem, és, és, nem, és akkor ott már nem számít, semmi nem számít, hogy ki akar nekem feszülni, hagyj feszüljön, én nem akarok feszengeni ezen, csak meg akarom élni azt, aki én vagyok. Tehát ugye ez erről szól, hogy, hogy ez a kiharcolásomnak az útja, hogy én hogyan jutok el addig a felszabadulásig, hogy, hogy magam lehessek, és lehet, hogy valaki évekig beleragad a bűntudatba, vagy a vagy a szégyenbe, vagy nem tudom, hogy mi, mi, mi a megbánásba. De hogy, de hogy mi van ezeken túl, szabadítsuk már ki, ki magunkat, és nem, és nem kell itt uh, semminek neki feszülni itt a környezetünkben, hogy ő ezt gondolja, azt gondolja. Én mit szeretnék ezzel kapcsolatban, és nekem mi az igaz, és nem, nem ellenállásból, hanem meglátni azt, hogy Úristen, hogyan tudom én magammal megélni, vagy a másikkal. A, a legnagyobb intimitást, vagy ami nekem tápláló. De mindaddig, amíg a testedet, tested miatt szégyenérzetet kell, hogy legyen, addig, addig, fú, és mi kéne ahhoz, hogy ezt elengedjük, ezt a testünk miatt érzett. Hát vagy, vagy a vágyaink, vagy a gondolataink. Bármi miatt érzett szégyenérzetet. És ugye ez mennyire a miénk, mert mi van, ha csak, ugye az itt az csak mindig ilyen záró, vagy ilyen idézőjelben, hogy mi van, ha csak éberek vagyunk a... Körülöttünk lévőknek a gondolataira, és azt hiszük, hogy a miénk és mi sajátunk. Igen, ugyan, és az miatt szégyelljük magunkat. Tehát, hogy így én nekem ez is játszott. Tehát mondom, tehát nem tudok olyat felsorolni, ami miatt te szégyeltem volna magam. Pusztán csak azért egyáltalán létezek már, még ezért is. Ez is szégyen teljes. És hogy, hogy van egy ilyen példa, <kül> jól emlékszem, hogy Ausztráliában van egy ilyen mondás, hogy a napraforgóknak mindnek egyformának kell lenni, az napraforgó, a és a pipacs az, vagy nem e tudom, magas virág. Egy van és valami ugye, kifejezés angolul. Igen, 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 és hogyha véletlenül semmi. egy, aki ugye nem szégyeli magát, és jól fölégyek. van én magám, és elkezd nőni, növekedni, tehát nagyjából így lennénk mi is így láthatóak, hogyha tényleg így meg tudnánk engedni magunknak, hogy a, akik, akik vagyunk, így teljes önmagunként létezünk, körülbelül úgy kinyúlnánk a tömegből, hogy még a vak is meglátna, és ugye mennyire megy ez a valóság, ez a társadalomába, hogy mindenki egyforma legyen, és egyformán összehúzza magát, és hogy ne lépjen abba a potenciába bele, ami ő. Igen, ez tehát az tehát uniformizálás. Hogy, hogy igen, ez a, ez a szégyen, ez leginkább arról jó. szól, hogy összehúzza a És soha nem ne áll. Jó legyen. Igen, soha, ó, de a mindenkinek jóba, ugye az, senki, az van benne, hogy senkinek, senkinek se nem se jó. jó. És vagy so mindenki másnak, max csak neked nem. tehát... Hogy Na most... Elment. elment. Elmentünk egy kicsit. Elment, na mindegy. Kiment hova? Még <laughs> még ezzel, még egy, ezzel a, az egyházi példával uh, még az jut eszembe, hogy nem is tudom, valaki így szokta mesélni ezt a példát, hogy hogy a vallásos házas pár a kis pár éves gyerekével megy, és hogy beszélgetnek arról, hogy szégyen, meg test, meg a testnek a megszégyenítése, meg mit tudom én a szülők, és hátul a, a kislány meg a, a pont felfedezi a testét, és és megtalálja a csiklóját, és, és ott élvez a szülők szülők meg elő arról beszélnek, hogy a jó Isten ezt, ezt mennyire nem helyteleníti, és akkor a kislány meg azt mondja, hát de jó Isten, nagyon szeret engem, hogy ilyen testet adott, hogy én ezt így élvezhessem. élvezhessem. Hát adott a lábaim közé. Igen, az, az, Hát a pinát adott a lábaim közé, akkor csak szerethet. Szóval, hogy, hogy ez is megint az, hogy, hogy ki, ki, hogy, hogy áll bele ebbe, hogy mennyire veszi ezt az egészet magára, és hogyha ha megmarad az, hogy oké, tehát, hogy bármit mondhatnak én, akkor is elengedem. Igen, én is most ez a bármit mondhatnak, akkor is elengedem, azt, azt meg tudjuk-e így élni könyvén. Igen, tehát nem rólad szól. Tehát az, amit valaki meg akar szégyeníteni, vagy úgy tesz, tehát, hogy ugye ez a felsőbbrendű, ahogy mondtad is, tehát ez nem rólad szól, ez róla szól. Tehát ő akar fölöttünk kontrollt, vagy fölötted. Tehát, és akkor ez nem csak személy, hanem egy konkrét társadalom, vagy egy hit, hitrendszer, ugye akár vallás is, tehát mennyien van a történelemben, ugye nem is kell olyan messzire nézni. Úgyhogy nagyon érdekes. De ez lehet akár egy izmus is. Egy izmus? egy izmus, igen. Ja, tehát, hogy ő, 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 ő is is hogy te... Micsoda? Ezt most nem értettem. Na mindegy, mi más lehetséges még? Valahol <laughs> lástam. Ez a gym. N nem gym, hanem gym. Ez a Ez az a gym. Ez a gym. Ez a gym. Ez a Most még, még ezen rögök. Ám már kérhetünk gym-t is. Ez <laughs> a energetikailag. Igen. Jó, jó. Ezt mit vágni? Jó, jó, igen. Jó, tehát ez a nagyon kemény, komoly téma, aztán itt most úgy látom, hogy elkezd felpuhulni a vége felé, mert hogy, mert hogy mi már ezt nem vesszük be, tehát hmm. mi már ezt nem vesszük be, és ez a legfontosabb, hogy ti se vegyétek be, és hogyha pedig sajátotoknak ér érzitek, akkor mi kéne ahhoz, hogy ezt elengedjétek, mert Igen. ez nem való. Azt az vegyétek az... be, amit ti választotok. Igen, ezt vegyétek Ami be. Ami nektek jó és örömet <laughs> okoz. Nem, azt akartam mondani, hogy tehát azért, mert mások vagyunk, vagy mások vagytok a nagy többség számára, azért meg aztán véletlenül se Igen, magad. és nem biztos, hogy a nap nagy többség a jobb. Lehet, hogy, ők... tehát, hogy nem jó sorban állsz. Igen. Igen. Vagy nem zaklász Jó, nem jó. Te... Sorral van a baj. Ja, igen, tehát meg kell állni máshova, tehát nem. nem a, tehát, hogy nem, igen, tehát, hogy nem a, a kacsák között kell sasnak, ér, tehát, hogy ott nyilván kifogsz, igen, ki fogsz, ő, nyilván tűnni. ezt mutogatnak, hogy hogy néző ki, milyen nagy szárnyaid vannak, rohagyjál meg most nekem, nekem ebből és, a rút kis És egyből le, a rút kacsa egyből le akarnak és vágni. mi lenne egyébként, hogyha ránéznénk erre a rút kis kacsa mesére, mi van, hogyha ott mindenki rút kis kacsa, csak ő elhiszi magáról, hogy most már, hogy nem ide tartozik. És hogyha mindenki beleengedné magába, az, aki, akivé ő szeretne válni, vagy aki ő saját maga, és megengedné saját magának, hogy az legyen, egyszer csak ránéznénk, és ott maradt üresen a tyúkudvar. Mert mindenki ja. elment. Nincs Mert is tyúkudvar, Igen. Is tyúk udvar, Mert igen. <laughs> ja, az is csak egy... Ez ja. egy érdekes nézőpont, egy, hogy hol vannak a határai, és mi az. Tehát, hogy igen... Hú. Na, jó, jó. ez az jó. Tehát ne, magu, ne, önmagadban kételkedj soha. Kérdőjelezd meg azt a valóságot, amit tapasztalsz, hogy ez tényleg igaz neked. Soha neved meg be azt, amit rád Ne, magamat Neved be. Tehát, hogyha ha meg akarnak szégyeníteni, vagy te úgy érzed, hogy, hogy, valahol ez milyen benned van, ez nem a tiéd. Tehát ez mi nem az a tiéd. igaz bennem? Wow. És mi más lehetséges itt, amire nem is gondolok? Igen. Wow. Na hát ez tök jó, en, 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 energetikailag tökrégy azt éreztem, hogy ez így az elején egy ilyen nagyon-nagyon ilyen... Nagyon, ilyen, ilyen stár... De ezt, ezt elmondtad stár... az elején, az elmondtad az elején, hogy hogy épül fel egy epizód. Na? És eljutottunk a végére Na, oda. Na, igen, tehát felszabadítottuk katarzis. magunkat. Megvan oh. a katarzis. Oh. <laughs> Na, hát akkor várunk titeket a következő adás alkalmával, ahol szintén katartikus élmények lehetségesek, ha azt választjátok. Úgyhogy sziasztok, találkozunk legközelebb. Sziasztok! sziasztok.